egy fizikusnak nagyon óvatosan kell bánnia a szavaival, ha olyan gondolat kerül elé, amivel 100%-ig azonosulni tud. Csak éppen nincsen azoknak a képességeknek a birtokában, hogy azt a produkció színvonalához fogható nívon fogalmazza meg. Tehetségtelen emberek vezetnek félre ezreket. Miért nem fogy már a lendület, ha két rossz irányba húz? Idegesítő faszfejek, fehér galléros gengszterek, megélhetési káderek, a rendszer csendben összezúz. Tisztelt szexnevű formáció. Ez egy nagyon erős kiállás. Az a fajta társadalomkritikus és rendszerkritikus gondolat, amit tűzzel vassal írtanak a multinacionális cégek és a politikai pártok. Egyél, vegyél, révedez, ne gondolkodj, ne ébredez. Hidd csak el, hogy életez, és minden rendben így. Újra programoznak, hogy hagyd magad, és bólogass, bármit mondanak. Alternatíva nem marad, de szavazzunk, mi döntünk. És mégis, akármekkora az agymosás, akárhány zombi generációt gyártanak is le a kereskedelmi tévék meg a kereskedelmi pártok, mégis jönnek a semmiből a tízezrek, művészek, polgárok, melósok, akik a kezükbe akarják venni a sorsukat, akiknek elegük van a mindent felemésztő anyagi és erkölcsi korrupcióból. Ez a formáció is ilyen. Zombik a tévében, a villamoson, az iskolában, a várban, a strandon, a Füredi Anna bálon. Némi pátosszal azt mondhatom, hogy ez az a szemlélet és gondolat, ami megmentheti az országot, sőt, a nyugati civilizációt a pusztulástól. Az anyák méhében, a stadionokban vagy fesztiválon, a szemközti házban és nem soká nála. Ti, a szexzenekar, mindezt sallang, pátosz és gicsmentesen adjátok elő. Lázálmokból terveket, szövögetnek és az elveket, a sarokba vágva, Istent játszva, beoltanak magukkal. Saját zenével, saját szöveggel, saját hangszereken a fröccsöntött sztárság országában.